Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 20-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Ez a kulcs a magabiztonságra utal. És ezzel a kulccsal valamit le lehet zárni, mutatja a zárkózottságot is, vagy ezzel a kulccsal ki lehet valamit nyitni, és mutatja a nyitottságot. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Itt a halálról van szó, természetesen előfordulhat néhányaknál, hogy haláleset van a családban, vagy egy örökösödési ügy, de ez inkább ritka. Ez a kép arra utal, hogy valami itt le lesz zárva, amit ő érez is. Tehát ezzel a kulccsal lezárja az ajtót. Abban a pillanatban, ha ez lezárult, van egy új kezdet, és pontosan ez, amit közöl veletek, mert ez a gyermek utal egy új kezdetre. A hatos számnál az emlékekről van szó, gyermekkori emlékekről, van itt egy kis nosztalgia is, persze lehet gyermekekről is szó, de a kártyának a szimbolikus jelentése egy új kezdet. A napi kártya, ez a csokis kártya az élet örömöt jelenti. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás október 20-ára, de ti megnézhetitek a régi felvételeimet is, ha úgy gondoljátok, ez úgy összhangban áll veletek, akkor az mindig aktuális. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!